Egészte a gázcsövet a szakember a Pécsi Simonyi Károly Technikum műhelyében. Vizsgáztak a mesterjelöltek a hétvégén az intézményben. Olyan szerelők ők, akik már legalább 5 éve dolgoznak ebben a szakmában. Én úgy gondolom, ez egy nagyon jó szakma, de még akik ezt is tanulják, nagyon kevesen maradnak a pályán. Illetve akik maradnak, azok sokan elmennek külföldre dolgozni. Tehát ahogy szerintem nagyon sok ágazatban itt is, nyilván ugye a szakmunkás hiány, ja, az biztos, hogy van, illetve azzal küzdünk mi is. Ezért fontos, hogy a tanulóknak a képzése, és a megfelelő képzése, tehát hogy megfelelő szakembereket képezzünk. Éppen a tanulók oktatását szeretné folytatni családi vállalkozásukban a Harmad Kristóf, ezért vállalkozott a mesteroklevél megszerzésére a gázszerelők között. A jelöltek olyan gazdasági pedagógiai ismeretekkel is gazdagodtak a tanfolyamon, ami jól jöhet pályájukon, mondta a vizsgabizottság elnöke. Igazából, hogyha valaki komolyan gondolja ezt a szakmát, és majd egyszer saját lábra áll, akkor ezek az információk rettentő jól fognak jönni, akár a vállalkozás ismeret, akár a pedagógia. Természetesen mindenkinek más és más a habitusa, de a tudás az mindig hatalom lesz, tehát minél több tudást megszerez, annál könnyebben fog elindulni a saját életpályáján. A mai energiaválságos időben a gázkérdés központban van. Gyakran halljuk, hogy függetleníteni kell magunkat ettől az energiahordozótól. Ez felveti a kérdést, hogy mi lehet a szakma jövője. Erről is kérdeztük az elnököt, aki szerint még egy jó ideig szükség lesz a földgázra a háztartásokban. Az ellátottsága Magyarországnak hál' Istennek most biztosított, ezzel nincs különösebb probléma. Nem is találom azt helyesnek, hogyha most mindenki hirtelen elektromosan kezdene fűteni, ezt a hálózatunk nem nagyon bírná. Én a hibridben látom a megoldást, tehát az lenne jó, hogyha akár mondjuk hőszivattyú és gázkészülék együtt tudna működni. Átmeneti időben ugye venne a hőszivattyú, és amikor tényleg hideg van és be kell durrantani keményebben, akkor a gázkészülék venni át a szerepét. Én ebben látom a jövőt, és még én szerintem van egy pár év kifutása a gáznak. Hétvégén 13 gázszerelő mesterjelölt vizsgázott elméletből és gyakorlatból Pécsen. Azok, akik sikeresen oldották meg a feladatokat, november végén megkaphatják mesteroklevelüket. Ezzel a dokumentummal jogosultak tanulók gyakorlati oktatására például, de akár a munkavállalásnál is előnyt jelenthet a legmagasabb szakmai elismerés nyújtó oklevél.